Magyarországra látogatott Henk ten Kate. A kiváló szakember a tagball nevű új sportágat népszerűsíti, amelyet nemrégiben labdarúgóink is kipróbálhattak. Henk ten Kate csütörtökön Tomás Dollal és Ralf Cumdikkal ebédelt együtt. Az eseményen a Fradi média stábja is ott volt, amely többek között magyarországi emlékeiről és a Fradiról kérdezte a klasszis trénert. I remember from the games in Ferencváros that MTK and Ferencváros were the big clubs back then. Jól emlékszem a Fradi elleni találkozókra. Az FTC-MTK párosítás mindig nagy meccs volt, amely mindkét együttesnek fontos volt a bajnoki cím megszerzése szempontjából. Egy-egy ilyen örökrangadó rendkívül érzelemgazdag, a szurkolók imádták a találkozóinkat, és az újságok is már egy-két héttel korábban írtak róla. Hamar megtanultam, hogy különleges párosításról van szó. So you realize that it's a special game. Very interesting person and very friendly person. Nagyon érdekes, barátságos személy. Kiváló délután töltöttünk együtt. Igazán nagy kluboknál dolgozhatott, rengeteg országban járt, és sok szép régi történetet mesél. Mindig érdekes, amikor egy ilyen tapasztalt edző kollégával beszélgethetsz. When you speak together, yeah, about the careers. I played also with one of his best friends together, with Aaron Winter. We played together in. Az egyik legjobb barátjával, Aaron Winterrel együtt futballoztam a Lációnál, így én is sok szép pillanatról mesélhettem. Henk ten Kate együtt dolgozhatott például Frank Rijkaarddal, akit én is személyesen ismerhetek. Amikor az Al Hilal vezető edzője voltam, Rijkaard volt az ország szövetségi kapitánya. A közös témát könnyű megtalálni, hiszen a futball egy nagy család. A holland szakember szerint a magyar futballnak sok változásra van szüksége, de jó irányba indultunk el. A magyar futballnak foglalkoznia kell a problémákkal. A stadionok állapota például egy ilyen kérdés, de tudom, hogy ezen a téren nagy fejlődések történnek. Többek közt a Fradi is új arénát kapott. Az infrastruktúra nagyon fontos, nem csak a játékosok és az edzők számára, hanem a szurkolóknak is. Bár Henk ten Kátét a napokban a magyar válogatott kispadjával is összeboronálták, a Fradi médiának elárulta. Edzőként már visszavonult a futballtól. I'm very pleased with my career and right now I'm not in coaching anymore. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen kiváló karrierem volt. Azt azonban elárulhatom, többet már nem edzősködöm, visszavonultam. Nem akarom minden napomat a futballpályán tölteni. A labdarúgástól persze nem szakadtam el. Elemzőként dolgozom bajnokok ligája mérkőzéseken és a spanyol bajnoki találkozókon. A futball ugyanis az életem, és mindig is az marad. So I'm still involved in football. Football is my life and will always be my life.